Ünneplontásra készülnek a női pólósok, ezért is utaztak el Szentesre. Hogy mennyit jelent a városnak a csapat sikere, jól példázza, hogy a szurkolók 3 buszt is megtöltöttek. Most szoros helyzetben vannak, hogyha egyszer nyer a Szentes, ugye ők nyernek végleg. És DFL-be játszok, meg drukkel is vagyok nagyon. 2 osztálytársam is játszik benne, meg a barátnőim, és hát eléggé izgulok értük. Újváros! Nagyon meleg ez a helyzet, hogy most, ha egyszer nyer a Szentes, akkor már is bajnokok, és nagyon szeretném, hogyha a Dunai Város lenne a bajnok. Ezek a felvételek 1 órával korábban készültek. A játékosok fejben már felkészültek a mérkőzésre, kirobbanó formában és önbizalommal telve utaztak el Szentesre. Elmegyünk, megverjük őket, és itthon a végés a végső döntőben nyerni fogunk. A jó teljesítményhez azonban szükséges a taktikai felkészültség is. Taktikailag készültünk rá leginkább, valamint próbáltunk a csapatot összerakni. Tehát, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk, és hogy még inkább csapatként tudjunk működni. Szerepelsz! Mihók Attila, a csapat vezetőedzője nagyon bizakodó volt, hiszen szerinte a csapat jobb formában van, mint a párharc kezdetén. Arról beszélt, hogy lelkiismeretesen készültek és mindent megtesznek a győzelemért, valamint számít arra, hogy a lányok az utolsó erejüket is megfeszítve sok pluszt tesznek a játékhoz. Ők rettentően szeretnék ezt az egészet, sőt inkább egy picit arról kell beszélgetnünk többet, hogy ahhoz, hogy oda tudjunk figyelni a feladatainkhoz, nem szabad, hogy elragadjon minket a hév, hanem észnél kell lenni a döntő szituációkba, úgyhogy elsősorban inkább ilyen irányból közelítettük meg most ezt a mérkőzést. A bajnoki döntő 4. mérkőzése szerda este 6 óra akkor kezdődik Szentesen. A csütörtöki híradónkban már beszámolunk a mérkőzés végeredményéről. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította.